nagyjából a 7. osztályban általános iskolában eldöntöttem, hogy bankban szeretnék dolgozni. Hogy itt mi volt a belső indítatás, azt azóta is próbálom megfejteni, mert hogy a családban a felmenő közgazdász ugyan volt, de bankár nem. Kigondoltam magamnak, és akkor onnantól kezdve nekem ilyen szempontból egy kicsit unalmas, de kiszámítható volt a tanulmányaimnak a folytatása, mert nagyjából ennek rendelődött alá, és abszolút nem bántam meg. Tehát ez volt az egyik ok, de azért volt egy másik olyan tényező is, ami egy nagyobb szerepet játszott. Édesapám nagy lelkesedéssel vitt engem a szőlőbe, hogy ott segítkezzek neki, amihez a legkevésbé sem volt kedvem, és próbáltam valami olyan szakmát találni, ami garantálja azt, hogy szőlőbe én véletlenül se kerüljek ki felnőtt koromba, és akkor ilyen szempontból is jól ötletnek tűnt a közgazdász pálya. Ami miatt a feleségemmel úgy döntöttünk, 12 év bankos karrier után Egerbe költözünk, és a bankszakma helyett a családi céggel fogok foglalkozni elsődlegesen és fő munkaidőben. Az volt, hogy akkor már volt 3 gyermekünk, és én azt gondoltam, hogy nekik talán jobb lenne felnőni itt, mint ahogy én is Egerben töltöttem a gyermek éveimet, hogy hát ha élhetőbb, meg szerethetőbb a város. Ebben biztos volt némi elfogultság részemről Eger irányába, de ezt azóta se bántuk meg, ez volt az egyik ok. A másik ok pedig, hogy banki munka mellett is foglalkoztam sokat a családi vállalkozással, és ahogy az ember idősödik, egyrészt megszépül a múlt, másrészt még gyerekkorban csak a szülővel tudott dolgozni, felnőttként már bort is tud fogyasztani, ez már másik fontos vonzerő volt. És akkor azt gondoltuk, hogy bármennyire is megtisztelő volt, és nagyon szerettem a bankban, a vezérigazgatói pozícióban dolgozni, de azért a sajátot vinni és továbbvinni, meg ha minden úgy adódik, ahogy szeretnénk, akkor esetleg családon belül majd még egy generációnak továbbadni, hát az lenne talán a legjobb. A cég, ami miatt meg úgy döntöttem, hogy érdemes jönni, ez a Eger legnagyobb borászati vállalkozása, ami várakozásaink szerint ebben az évben azt fogja jelenteni, hogy kb. 6 millió palacbort értékesítünk, 1000 hektárt meghaladja az a szőlőfelület, ahonnan az idei évi szület során szőlőt vásároltunk, és emellett van még szántóföldi növénytermesztés is, ami ilyen gabonárak mellett azért nagy örömünkre szolgál, bár kevésbé látványos, és nyilván a borkóstolóhoz képest a hangulata is egy picit más. Úgyhogy ezzel foglalkozunk, és emellett pedig a vendéglátás az, ami az elmúlt években hangsúlyosabbá vált. Szerettünk volna egy olyan helyet találni, ami itt a Szépasszony völgyben adatott meg egy szerintem nagyon szép pince keretében, ahol be tudjuk mutatni méltó körülmények közt a teljes bor szortimentünket, és ahol felkereshetnek üzleti partnerek, barátok, meg hát nyilván azok a fogyasztók, akik hallottak rólunk, szeretnek minket, és szívesen ellátogatnak hozzánk. Ami nekem nagy tapasztalat volt, és egy bizonyos szempontból nagy különbség is a bankszakmához képest, hogy ugye itt van egy olyan kitettség, nevezetesen az időjárás, amire az embernek nincsen ráhatása, tehát óhatatlanul egy kicsit fatalistává válik, mert ha jó az év és jó az időjárás, akkor szép a termés, és nagyobb hozamokkal számolhatunk. Ha meg jégeső van, vagy fagy van, akkor azt is el kell tudni viselni. Én úgy láttam, és ez nem is annyira az agrár vonal, inkább a banki karrier során, hogy sok esetben problémát jelent, hogy ha van egy jó ötletünk, akkor vállalkozni kezdünk. Én azt gondolom, hogy az, hogy legyen egy jó ötlet, az szükséges, de nem elégséges feltétel. Tehát nagyon sokaknak van nagyon sok jó ötlete, általában ez ott vérzik el, hogy annak a kidolgozása, vagy azt követően annak a megvalósítására szánt idő, energia, az nem annyi, amennyi kell ahhoz, hogy abból az ötletből egy projekt, a projektből egy vállalkozás legyen, és pláne egy olyan vállalkozás, ami nyereséges és hosszú éveken keresztül fent tud maradni. Szóval szerintem ez nagyon fontos, hogy ha az ember meghoz egy ilyen döntést, akkor mindenkit bátorítanék, hogy merjen vállalkozni és csinálja, de kellő előkészítettség után. És itt nem szégyen bevonni olyanoknak a tudását, tapasztalatát, akár ismerősi, baráti körből, akik vagy az adott ágazatot ismerik, vagy egy speciális területhez értenek, vagy jobban értenek, legyen az a jog, a banki ügyek, stb., mert utólag már sokkal nehezebb korrigálni, vagy egy esetleges rossz irányt kiigazítani. Úgyhogy talán ez a két dolog lenne elsődlegesen, amit mondanék, és utána meg csak hát a sok munka és az alázat, ami hosszú távon a sikerzáloga lehet. Most sem részegít meg a könnyű hitelnek a lehetősége, ez azt jelenti, hogy ahhoz képest, hogy én ezzel foglalkoztam, és nem annak ellenére, ez fontos hozzátenni, azért próbálunk konzervatívan a pénzügyeinkben eljárni, tehát a vállalkozás teherbíró képességéhez igazítani a hitelfelvételt, viszont minden olyan hitelt felvenni, amire azt gondoljuk, hogy egy olyan beruházás megvalósításához visz minket közelebb, ami hosszú távon a cég érdekét szolgálja, és nagyon fontos, és talán még valamennyire az előző kérdéshez is kapcsolódik, hogy számolni. Tehát, hogy azon túl, hogy valami jó ötletnek tűnik, vagy jó beruházásnak tűnik,
ez nagyon fontos, de megpróbálni számszerűsíteni, hogy ez hány éven belül és milyen mértékben térül meg a vállalkozás számára, már csak amiatt is, mert azért a hiteleket jó esetben vissza kell fizetni, és mi is ennek megfelelően így számolunk.